meséljek ma neked? A Pán Pétert! Ma is azt? Igen, mert ebbe van Csingiling a tündér. Tudod, hogy szeretem a tündéreket? Tudtad, hogy Pán Péter is szereti a meséket? Esténként ide repül Sohaországból vendég ablakához, és hallgatja a mesét. Sohaországból? Hol van Sohaország? Hát ott, ahol a tündérek, az indiánok, a sellők és még a kalózok is élnek. Indiánok? Igen, ráadásul Tigris Lilium, a törzsfőnök lánya, jó barátja Pán Péternek. Sellők? Igen, és velük vigyázni kell, mert gonoszak is tudnak lenni. És még kalózok is? Bizony, az élükön Hook kapitánnyal. Hook kapitány? Akinek kampó van a keze helyén? Amit egy krokodil harapott le az órájával együtt? Igen, ezért is haragszik nagyon Péterre. Örökös harc van a kalózok és Péter és az elveszett fiúk között. Kik azok az elveszett fiúk? Azok a fiúk, akik Péterrel élnek Sohaországban és sosem nőnek fel. De tudod mit? Elmesélek neked egy történetet, ami azzal kezdődött, hogy mikor Pán Péter a Vendi ablaka alatt hallgatta a legújabb mesét, elvesztette az árnyékát. Az árnyékát? Igen, az árnyékát. Ez egy érdekes történet, ahol Vendi és a testvérei elkísérik Pétert Sohaországba, és számos kalandot élnek át együtt.